hogy hívják ott, egy Ladirc, meg egy Snes Tolla, meg egy, hogy hívják ott, mindig elfelejtünk, Tolltartót. A tanévkezdésre kapott apró, de hasznos ajándéktárgyait mutatja Vanicsek Félix. Az iskolát most megkezdő fiú már nagyon készült az első tanítási napra. Előbb megvettük a iskolatáskámat, utána vettünk egy tolltartót, de az anyukám vett még jobbat is. Utána a legutolsó volt a illóasztalom, és a többit meg mind ellendeztük külön. Szekszárdon már hagyomány, hogy a megyei-jogú város önkormányzata ajándékcsomaggal lepi meg tanévkezdés idején az iskolai éveiket megkezdő gyerekeket. A DNS Valéria általános iskolával most ismerkedő Hajnal Ágnes szerint a meglepetés még izgalmasabbá tette az első napot. Olyan itt lenni, mint ha itt lenne a testvére, és itt is lehet új barátokat szerezni. A DNS Valéria általános iskolában 50 kisdiák kapott ajándékcsomagot a szekszárdi önkormányzattól, és összesen 480-an kezdték meg szeptember 1-én a tanévet itt. A mai tanévnyitó ünnepségen reggel a szülők is végre részt vehettek, pont azt beszélgettük, hogy 2 év után először volt újra olyan programunk, ahol minden kötöttség nélkül itt lehetett együtt az összes diákunk, és minden szülő és minden pedagógus is. Gyurkovics János, a megyei jogú város alpolgármestere azt mondja, igyekeztek úgy összeállítani az ajándékcsomagot, hogy annak a mindennapi tanulás során hasznát vegyék a gyerekek. Olyan dolgok vannak benne, amit itt a mindennap a tanulmányai során használni tudnak. Egy tornazsák, egy ceruzahegyező, egy tolltartó, zsírkréta és színes ceruza. Hát ezek ilyen kopó eszközök. Nem véletlenül éppen ebben az iskolában adták át a megyei jogú város ajándékait a gyerekeknek. Itt ugyanis hamarosan komoly energetikai fejlesztés kezdődik. Gazdaságosabb és sokkal szebb körülmények között tudják majd a diákok folytatni a munkát. Elkövetünk mindent annak érdekében, hogy ez a munka minél hamarabb és minél kezdődjön el, és minél hatékonyabb munkavégzéssel minél hamarabb befejeződjön. Szekszárdon idén 370 kisdiák kezdte meg az iskolai éveit, ők mindannyian ajándékot kaptak az önkormányzattól.